Szerbusztok! A mai anyagrész az nem lesz más, mint az oroszországi forradalom és polgárháború. Ugye múltkor befejeztük nagyjából az első világháborút, és és röviden említettem is a 1917-es orosz forradalmakat. Egyrészt a februári polgári forradalmat, illetve az októberi, illetve novemberi, ahogy nézzük, nagy szocialista forradalmat, illetve azt, hogy Oroszország emiatt ki is lép a háborúból, a Brest-Litovszki békekötéssel, és mi ott ugye el is felejtettük őket. Egy kicsit jobban ki fogjuk fejteni. Fogunk beszélni itt a cárizmus válságáról, a 17-es forradalmakról, arról, hogy hogyan is vették át a bolsevikok a hatalmat, majd kicsit a polgárháborúról és a Szovjetunióról is. Mit láttok a képen? Házi feladat utána nézni, jó? Annyit mondok nektek, hogy köze van a cári családhoz, és az ékszerészek, sőt az ékszer szakmának mai napig a mesterművei. Mit tudunk a cári családról? Ugye az első világháborúban II. Miklós uralkodik. Ő a jobboldali úriember, nem összekeverendő a baloldalival. Arról ki, akiről majd mindjárt beszélünk. Az orosz birodalomról azt kell tudni, hogy a cári Oroszország nagyon nagy emberáldozatokat hozott a háborúban. Ugye tanultuk, hogy sikerült gyorsan mozgósítaniuk, meglepően gyorsan, ugyanakkor nem emberéletet egyáltalán nem kímélve szerveztek offenzívákat, ilyen volt például a 16-os Brusilov offenzíva. Tehát az orosz sikerekért minden talp alatnyi elfoglalt földért. Az orosz hadseregnek, mivel nem volt annyira modern felszerelve, mint például a német, ezért iszonyatos emberáldozatokkal kellett fizetnie. Mindez azzal is jár, hogy a lakosság, a gazdaság is összeomlik, és a lakosság egyre inkább nélkülözik, tehát napirenden vannak az éhínségek, napirenden van a lakosság elszegényedése. Leginkább ugye kiket érint ez? Nagyon húsba vágóan, nagyon érzékenyen, ezek a szegény paraszti rétegek a vidéken, és a városi munkásság, a szegény városi rétegek. Ez ugye még egy demokratikus, egy fejlett képviselettel rendelkező országban, mint például Anglia, vagy akár a német császárságban is gondot jelentett ez a hadi állapot és hadigazdálkodás, ahogy tanultuk. Oroszországra ez hatványozottan igaz, mégpedig azért, mert a cári rendszer gyakorlatilag egy nagyon elmaradott, abszolutista, merev, régi vágású rendszer volt. Tehát demokráciáról, képviseletről, a szegények meghallgatásáról szó sincs. Egy érdekes adaléka ennek a dolognak, ugye Rasputin, akit ugye a másik képen látunk. Rasputin, mint a cárné gyógyító, jobba, gyógyító, majdnem, mint a cárné gyóntatója, majd később gyógyítóként lett egy nagyon híres figura a cári udvarban. Sikerült neki az egész cári családot a befolyása alá vonni. Valahogy meggyógyította ugyanis II. Miklós fiát, a cárevicset a vérzékenységből. Később viszont kezdett kényelmetlenné válni a személye, főleg az udvarhoz közel álló nemes urak szemében, akik majd a forrást olvassátok el a PPT-ből, egy merényletet készítettek elő ellene, ami ugye a harmadik-negyedik nekifutásra, de sikerült. Mondom, tessék elolvasni, mert nagyon érdekes a szöveg. És el is érkeztünk a 17-es forradalmakig. Ugye, tudjátok, hogy az oroszok azok a Julián naptárt használják, mi meg a Gergely naptárt, ezért vannak ezek az átcsúszások, de
A mi naptárunk szerint márciusban, önálluk februárban történt meg, következett be a februári forradalom. Ez, mint a képen látjátok, ez egy polgári forradalom, egyszerűen a lakosságnak és a társadalom rétegeinek elege lesz abból, hogy tart a háború, és elege lesz abból, hogy ők ebbe nem szólhatnak bele. Ezért egy ideiglenes kormány alakul. Miklós hátralép, tehát a cár hátralép egyet, és engedélyezi, hogy egy ideiglenes kormány alakulja meg, amit Lvov herceg, majd később pedig Kerenszky vezet, Kerenszky kormánynak is hívjuk. Ennek az ideiglenes kormánynak lenne az a feladata, hogy megoldja az orosz társadalomnak a problémáit, és kivezesse Oroszországot ebből a társadalmi válságból. Mint látjátok is, nem sikerül ennek az ideiglenes kormánynak megoldani a feladatát. Mik az okai? Miért nem lesz sikeres ez a kormány? Egyrészt már nem lép ki a háborúból, sőt, még egy offenzívát is indítanak. Ez volt ugye a Kerenszky offenzíva, ezt tanultuk az előző órán. Ami viszont sikertelen, tehát nagyon hamar kifullad. Nem oldják meg a szegényeknek, a szegény parasztoknak a helyzetét, nem osztanak földet, továbbra is nagyon kevés, nagyon vékony, gazdag földesül ki, a bojároké a földterületnek a nagyon nagy része. Az alapvető szabadságjogokat ugyan garantálja az ideiglenes kormány, de demokráciát, tehát képviseletet, az embereknek a politikába való beleszólási jogát továbbra se garantálja. Nyilván ezért nem is nagyon lesz népszerű ez az ideiglenes kormány. Támadják jobbról, például a Kornyilov-féle katonai pucs, vagy balról is. És ez lesz most, ami minket igazából érdekelni fog. Baloldalról ilyen kommunista bolsevik, ugye tanultuk bolsevikok az oroszországi kommunisták. A bolsevikok ilyen munkás tanácsokat alakítanak a gyárakban. Ezeket hívjuk úgy, hogy szovjetek. Ebben nem csak kommunisták vannak, hanem például szociáldemokraták is, csak egyre inkább többségbe kerülnek benne a bolsevikok. Na és itt jön nagyon érdekes momentuma ennek a bolsevik szervezkedésnek. Hiányzik a vezéralakja. Mert van egy fontos vezéralakja, aki nem tartózkodik ekkor még Oroszországban. Ez pedig nem más, mint Vlagyimir Iljics Lenin, mint az ablakban látjátok is. És Lenint ebben a vasúti kocsiban a németek, a német titkos szolgálat furikázza át Oroszországba, és nagyon érdekes módon Németországból, Skandinávián keresztül, így északról ebben a lepecsételt vagonban utazik Lenin. És hogy látom, ráadásul még dohányzókocsi is volt. Ebben a vagonban utazik Lenin Oroszországba, tehát mint egy vírust becsempészik a főkommunista vezéregyéniséget Oroszországba, a cári Oroszországba, hogy ott szítson egy szervezkedést. És mivel az ideiglenes kormány tevékenységre egyre inkább káoszba fullad, egyre inkább kaotikusabbak lesznek az állapotok, ezért Lenin és a bolsevikok ezekre a szovjetekre, ezekre a tanácsokra és kommunisták élcsapatára támaszkodva tényleg 1917. októberében kirobbantanak egy forradalmat, ezt hívjuk úgy, hogy a nagy októberi szocialista forradalom. Mi mennyire volt, beszélünk egy picit. Mert ugye a kommunista, a szocialista terminológiában nyilván nagy októberi szocialista forradalomról illik beszélni.
Érdekes adalék, hogy az Aurora cirkáló adta meg a jelt a hatalom átvételre azzal, hogy eldördültek az ágyúi. Ezért egy ilyen híres kommunista vagy szocialista emlékhely az Aurora. Illetve látjátok, vannak ilyen ábrázolások, mint például ez, hogy tényleg válvetve rohamozzák meg a szegény tengerészek, katonák és munkások a téli palotát. Ugye hol is vagyunk, melyik városban? Szentpétervárot vagyunk, és a téli palotát, azaz a cári rezidenciát ostromolta meg a feldühödött tömeg az ideológia szerint. Mutatok még egy képet, ez is ugye nagyon heroikus, hősies küzdelemként állítja be ezt a téli palota ostromát. És itt a valóság, tehát készült fotó is, tehát körülbelül így nézett ki a téli palota ostroma. Gyakorlatilag egy kisebb csoport bolsevik megtámadta a téli palotát, illetve ezzel párhuzamosan átvették az ellenőrzést a főbb katonai, energetikai és például rádió és híradástechnikai táviróállomás, stb. Csomópontok felett. Tehát én inkább azt mondanám, hogy ez egy erőszakvétel, azaz egy pucs volt, és szoktuk is mondani, hogy a kommunistáknak gyakorlatilag nem is forradalmat kellett kirobbantaniuk a bolsevikoknak, hanem egyszerűen csak lehajolniuk, mert a hatalom konkrétan az utcán hevert, csak le kellett hajolni érte. És most érkezünk el a negyedik ponthoz, ez pedig az, hogy miután megkaparintották a hatalmat, milyen intézkedéseket hoztak. Jellemző, hogy nagyon sok intézkedésük kicsit olyan hasra ütésszerűen rögtönözve született. Ennek pont az lehetett az oka, hogy még ők se gondolták, hogy ilyen hamar megkaparinthatják a hatalmat egy óriási nagy országban, a cári Oroszországban. Gyakorlatilag Lenin és a kommunista elnézést hívők jutnak hatalomra. Mivel kezdenek? Eltörlik ugye a rangokat és előjogokat, tehát például a nemesi rangokat, nemességet, az egy az egyben eltörlik. Egyenjogosítják a nőket, bevezetnek a munkásoknak való olyan fontos engedményeket, mint a 8 órás munkaidő, vagy a fizetes szabadság, vagy az ingyenes orvosi ellátás. De talán a két legfontosabb intézkedésük az itt jön. Ugye ez két olyan intézkedés, amit az ideiglenes kormány elmulasztott. A bolsevikok viszont nem késlekednek. Ők azzal kezdik, hogy a földet államosítják, és visszaosztják a parasztoknak. Arra viszont ügyelnek, ez egy nagyon-nagyon jó kommunista trükk. Elveszik a gazdagoktól a földet, majd felosztjuk sok apró kicsi parcellára, és azt kiosztjuk a munkásoknak és a parasztoknak. Bocsánat, kiosztjuk a parasztoknak, mert a munkást annyira nem érdekel, tehát kiosztjuk a szegényebb rétegeknek. Ez miért jó? Mert a szegényebb rétegek a bolsevikokban az ő megmentőjüket, az ő jótevőjüket fogják látni. És el kell telni pár évnek, hogy rájöjjenek, hogy ezek a mini parcellák, ezek a törpe parcellák igazából semmire se jók. Akkor viszont már uralmon lesznek a bolsevikok és az élcsapatuk, és szépen majd ilyen termelő szövetkezetekbe fogják kényszeríteni ezeket az életképtelen kisbirtokkal rendelkező parasztokat. De a kezdő lendületnek tökéletesen megteszi, tehát arra egy nagyon jó fogás, hogy maguk mellé állítsák a szegény néptömegeket. Tehát látjátok, itt sikerült ez a munkásokkal, itt pedig ez sikerült első körben a parasztokkal is. A másik nagyon fontos dolog, ami történik, az pedig a béke. Tehát ők kilépnek a háborúból, és megkötik a Brest-Litovszki békét,
akár úgy is, hogy ez területi veszteségekkel jár a szovjet Oroszországnak. Ez kicsit azért bonyolultabb ennél, ugyanis ők nem annyira akarták elkönyvelni ezeket a területi veszteségeket a németekkel szemben, viszont a németek katonai erővel zsarolták az oroszokat, tehát elég nagy megszálló hadsereget hagytak a németek itt a keleti oldalon, például Ukrajnában. Tehát egyrészt a németek katonai fenyegetése bírta rá őket, másrészt az ukránok például fontolgatták azt, hogy konkrétan elszakadnak, és Ukrajna később egy fontos hely is lesz így a polgárháború folyamán. Lényeg a lényeg, hogy körömszakadtukig viszont nem ragaszkodtak ehhez a területhez a bolsevikok, tehát végül is csak lenyelték, hogy a szovjet Oroszország kisebb lesz, mint a cári Oroszország, és pedig azért, mert nekik ugye nem annyira az ország nagysága volt a céljuk, hanem az, hogy ebben az országban véghez vigyék a proletár forradalmat, beteljesítsék az osztályharcot, és majd, ha ez sikerült, akkor így is úgy is világforradalom lesz belőle, tehát lehet majd ezt a forradalmat exportálni a világ többi részére. Hogyan nézett ki ez a berendezkedés? Szovjet-Oroszországban nem kormány volt, hanem egy úgynevezett népbiztosok tanácsa, és ebben miniszterek helyett népbiztosok ültek. Megpróbálták ki letesztelni a népszerűségüket, kiírnak egy választást, bocsánat, még ősszel, ami sikertelen, mert csak 25%-ot érnek el a bolsevikok. Ezért, ha már kezükben van a hatalom, így is úgy is, sokkal praktikusabb eloszlatni az országgyűlést, tehát az alkotmányozó gyűlést, ami még az ideiglenes kormány óta létezik, betiltják a többi pártot, és ezzel gyakorlatilag megszüntetik a parlamentarizmust Oroszországban, tehát egyeduralomat kap a kommunista párt. Nyilván ez sokaknak nem tetszik. Sokan ellenzik a bolsevizmus térnyerését, tehát nem mindenki tapsol ez. Kik lépnek közbe. Ez nem tetszik sok egykori cári tábornoknak sem, vagy akár antant intervenciós csapatok is, például mint a németek, akár, és érdekes módon csehek, vagy angolok, franciák is beavatkoznak az oroszok ellen később. Plusz ugye a nemesség, akitől elvettek mindent. Tehát ők egyértelműen szembeszegülnek ezzel a proletár forradalommal és szovjet berendezkedéssel. Őket hívjuk úgy összefoglalva, hogy fehérek. A legfontosabb képviselőik voltak például Kolcsak admirális, vagy a Krím-félszigetből támadó Vrangel tábornok, illetve ugye az Ukrajna területén élő kozákok, azok se nagyon szívlelték az oroszokat és a szovjeteket. Ehhez még hozzájönnek a lengyelek, akik ugye onnantól, hogy létrejött Lengyelország, ezt fogjuk tanulni, tehát nem létezett Lengyelország ugye egészen a világháborúig, a világháború után létrejön, és a lengyelek konkrétan azzal kezdik az államiságukat, hogy ők is megtámadják Szovjet-Oroszországot, és területeket szereznek, területeket harapnak ki belőle. Ez a háború, mint látjátok, 5 évig tart, tehát eléggé elhúzódik. Tehát szegény oroszok nem elég, hogy volt egy első világháború, ami nekik ugye 4 éven keresztül tartott, ezt még megfejeli egy polgárháború, ami azzal jár, hogy a vörös és fehér csapatok keresztbe kasul vonulnak az országban,
mindkét fél rekvirál, ez nagyon fontos dolog. A rekvirálás annyit jelent, hogy elveszi, lefoglalja az emberektől az élelmüket, vagy olyan használati tárgyaikat, amire a hadseregnek szüksége van. És egyre jobban egy anarchikus állapot alakul ki az országban. Fontos megjegyezni, hogy ebből a harcból a bolsevikok kerekednek felül, és már ekkor látszik, hogy kik az igazi vezéregyéniségek. Ugye Lenin mellett még Trockit kell megemlíteni, aki egy zseniális szervező volt. Trockij például egy ilyen páncélvonattal, aki éppen hasonlóhoz, képen láthatóhoz hasonló páncélvonattal robogott keresztül Kasul Oroszországon, és mindig éppen oda központosította a hadsereget és az élelmet, ahol legnagyobb szükség volt rá. Illetve már ugye a későbbi diktátor Josif Visszarjanovics Sztálin is bontogatja a szárnyait a bolsevikok élcsapatában. A bolseviknak nagyon fontos a győzelmüknek, hogy a Trockij szervezőképessége mellett a Cseka, ez a bolsevik titkos rendőrség volt, aminek elsődleges szerepe az volt, hogy kiszűrje azokat, akik nem szimpatizálnak a bolsevik proletár forradalommal, és azokat minél hamarabb likvidálja vagy kiszűrje. De konkrétan vörös terror alatt tartották a lakosságot. Hogy ilyen volt a Trockij neve által fémjelzett hadikommunizmus, ami ugye azt jelentette, hogy államosították a tulajdont, államosították a nagy földbirtokokat, illetve megkezdődött a begyűjtés rendszere, lesöpörték a padlásokat, és mindent elvittek a parasztoktól, amit csak megtermeltek, majd pedig központilag osztották újra. Mindamellett még így is el lehet mondani, hogy szélesebb volt a társadalmi támogatottságuk, mint a fehéreknek, mert a szegény rétegeknek gyakorlatilag nem nagyon volt választásuk. Tehát a szegényebb rétegek, például szegény parasztság vagy városi munkásság, ők ugye a cári rendszerben is elnyomottak voltak. Itt legalább megkapták azt az elégtételt, hogy a bolsevikok elhitették velük azt, hogy most mindent elveszünk a gazdagoktól, de még nem adjuk oda nektek, mert most éppen proletár forradalmat építünk, de majd egyszer mindenkinek jobb lesz, és majd egyszer titeket, szegényeket fel fogunk emelni, és ezt így nagyon jó propagandával támasztották alá a bolsevikok, tehát nagyon nagy hangsúlyt fektettek az emberek meggyőzésére, arra, hogy az embereket a forradalom mellé állítsák. Még egy fontos momentum, az pedig 1918, amikor még az esélyét is megszüntetik annak, hogy visszatérhessen a régi rendszer, ehhez pedig likvidálni kell azokat, akiknek a személyével összefort a régi rendszer, ez pedig a cári család, őket Jekatyerin Burpanol őrizték, őket ott kivégezték. Bocsánat, hamarosabb, gyorsabban hajtottam. A képpel még ne foglalkozzatok, jó? Ez nem a cári család. Jó? Az a lényeg, hogy Jekatyerinburgban, ahol őrizték őket, azt mondták nekik, hogy le kell menni a pincébe, mert zavargások vannak, majd pedig azt mondták nekik, hogy fényképeket fognak róluk készíteni, ezért felsorakoztatták a cári családot, tehát második Miklóst, feleségét és gyermekeit, majd pedig kivégezték őket azon nyomban. Olvastuk utána, ez egy nagyon érdekes történet, és ugye innen ered sokáig az Anasztázia legenda, ami Disney filmeket is megihletett. Az Anasztázia sztoriban ugye az volt a lényeg, hogy esetleg az egyik hercegnő talán túlélte-e. Túlélhette ezt a mészárlást. Sajnos egyébként bebizonyították, hogy nem. Nem így volt. Na és már itt vagyunk a képnél. A kép például egy klasszikus bolsevik propaganda plakát.
ami mit látunk, a kép jobb szélén álló fehér tábornokok, fehér katonák, és nem tudom, látjátok, ott egy pópa is, ott az egyháznak a képviselője is. Ők ugye mindent elvesznek a parasztoktól, de majd a kommunisták, a bolsevikok vissza fogják nekik adni. Még egy érdekes dolog, a Dr. Zsivágó című film ugye a régi és nagyon hosszú és egy picit szirupos és romantikus, de szerintem nagyon jól ábrázolja azt a lélektani drámát, ami az emberekben ekkor lejátszódott, hogy milyen, ugye ha belegondolunk, ez egy nagyon hatalmas, óriási nagy változás, mert egy gyakorlatilag ilyen feudális, elmaradott, abszolutisztikus államból pár éven belül faragnak egy proletár diktatúrát. Tehát ez egy ennél nagyobb váltás, ennél két szélsőség közötti ilyen gyors átmenet, az nagyon kevés országban volt megfigyelhető és megtapasztalható. Tehát az emberekben egy elég nagy törést okozott. Illetve van még ott egy cikk, ami a polgárháborúról. Mint mondottam, akkor a szovjetek megnyerik, a bolsevikok megnyerik a polgárháborút, ergo forradalom, pipa, fehérek legyőzése, pipa, szabad a pálya. És ekkor látják, hogy egy picit észreveszik, hogy a gazdaság nem igazán működik. Tehát ez a hadikommunizmus, amit a polgárháború alatt alkalmaztak, az egyre inkább úgy tűnik, hogy nem működik. És miért nem működik? Az emberek egyrészt éheznek, kettő fellázadnak, három próbálják inkább eldugdosni, elrejtegetni a megtermett gabonájukat, ahelyett, hogy beszolgáltassák, a közösbe beadják. És ha belegondoltuk, ez teljesen érthető. Tehát a kommunizmus azért nem működik, mert ugye egy mesterséges rendszer, tehát ez egy nagyon mesterséges dolog, hogy most mindenki beadja a közösbe azt, ami az övé, és akkor majd mi szépen egyenlően, vagy igazságosan éppen hogyan elosztjuk ezt köztetek. Ez az embereket nem igazán motiválja, de nem igazán sarkalja őket nagy teljesítményre. Nincs motivációjuk másképpen mondva. Tehát ha a saját kis kertedet, a saját kis földedet, a saját kis holdjaidat műveled, akkor sokkal nagyobb lelkesedéssel fogod meg az eke szarvát, mintha ezt be kéne adnod, mert így is úgy is érte jönnek, és be kell, hogy szolgáltasd, és cserébe kapsz érte valamit. Jó, ezért nem működött a dolog. Lenin gondolkodik is rajta, hogy ez így nem lesz jó, mert vagy éhen hal az egész ország, vagy előbb-utóbb fel fognak lázadni a bolsevikok ellen. Ezért egy új gazdaságpolitikát vezet be, ami nagyjából így lehet leírni, ez a NEP. Beszolgáltatás helyett, tehát kötelező beszolgáltatás helyett visszatérnek az adóhoz, tehát a terményeknek X százalékát kell beadni. Kicsit engedi a piaci viszonyokat, tehát azt, hogy mozogjanak az árak, aki olcsóbban tud adni többet, az eladhassa, legyen egy kis árverseny a piac szereplői között, illetve a magánkereskedelmet is engedélyezi, tehát ki lehet vinni a piacra az árut. Ez arra tökéletes, hogy megnyugtassa a kedélyeket, és ne törjön ki a bolsevikok ellen egy újabb forradalom. Ezt pedig kihasználják arra, hogy 1922-ben stabilizálják is ezt az állapotot, létrehoznak egy új államalakulatot,
Ez ugye, most nem fogom nektek kiolvasni, de magyarul Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége, ugye ez oroszul SSSR, vagy ciril betűkkel ugye CCCP, ha pedig angolul nézzük, akkor pedig Union of Soviet Socialist Republics, azaz USSR, ugye röviden viszont Szovjetuniónak hívjuk. Ez több szocialista köztársaságból jön létre, ugye nem csak Oroszország van benne, hanem több másik környékbeli ex-cári orosz terület. De gyakorlatilag ezt leginkább ugye Moszkvából fogják irányítani, tehát mindenképpen orosz vezetés alatt fog állni. És mint a bolsevikoknál nem is kormánya lesz ennek a Szovjetuniónak, hanem úgynevezett népbiztosok tanácsa. De még ez a népbiztosok tanácsa is elveszíti az igazi hatalmát, mert mivel egy pártrendszerről beszélünk, tehát egyetlen párt működik, mivel ez egy pártrendszer, azaz a kommunista párt lesz a hatalmon, ezért mi a párt mindenkori központi bizottsága és annak főtitkára lesz mindig a legnagyobb hatalmú ember a Szovjetunióban, egészen a bukásáig. Köszönöm szépen, találkozunk legközelebb, szervusztok!